A rendőrség és a bíróság közötti jogértelmezési vita miatt a neonácik megtarthatják szombaton a Budapesten tervezett rendezvényüket, amelyen a becsület napjára a nyilasok és a németek II. Világháborús budapesti kitörési kísérletére emlékeznek. Három budai kerület előre elhatárolódott a rendezvénytől. Az elsötétedés erői halálos gyűrűt vonnak körénk. Ugyanúgy, mint hogy Budapest védő is köré a Vörös Hadsereg. A védőkét ezt áttörték, nekünk pedig, példájukból erőt merítve, ezt az eszmei, ideológiai gyűrűt, amit az elsötétedés eszmei jelenlítek meg, nem csak át kell törni, hanem ki kell írtani. Ezek a képek a 8 évvel ezelőtti becsületnapja alkalmából tartott rendezvényen készültek, ahol az egyik felszólaló arról is beszélt, idézem. A hősök példájából merítve újra nem csak jelképesen, hanem ténylegesen hadrendbe fogunk állni, Európát vissza fogjuk adni az európaiaknak. 2-1! Most hétvégén újra megtartják a rendezvényt, noha egy ideig úgy tűnt rendőrségi tiltás miatt nem lesz belőle semmi. Később azonban a BRFK azt írta a Népszavának, hogy a fővárosi törvényszék felülvizsgálati kérelem után hatályon kívül helyezte a tiltó határozatot, és ezen döntés alapján a rendezvény megtartható. Nem volt megfelelően megindokolva, és így indokolási kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget, tehát nem lehet érdemben nyilatkozni róla. A bíróságnak viszont arra nincs jogosultsága, hogy megismételt eljárást rendeljen el, csupán annak a törvényességéről lehet dönteni, hogy a határozat megfelel a jogszabályoknak, avagy nem. Tehát akkor ez nem jelenti azt, hogy önök engedélyezték, vagy megtiltották, hanem ez csak annyit jelent, hogy jobban kellett volna fogalmazniuk? Így van, az indokolási kötelezettségüket maradéktalanul teljesíteni kellett volna, tehát hogy mindenki világosan megérthesse, hogy miért nem lehet a rendezvényt megszervezni és megrendezni, mi az oka, miben lehetne esetleg változtatni, hogy ez a rendezvény megszervezhető legyen. A szóvívő azt is elmondta, hogy semmi sem tiltja, hogy a rendőrség hozzon egy következő törvényes határozatot, amelyben figyelembe veszik a bíróság által hiányolt okokat és indokokat. Ezután kerestük a rendőrséget, szerettük volna megtudni, hogy ennek fényében mi lesz a hétvégi rendezvénnyel, ám adásunkig nem kaptunk választ. Mindeközben az első, a második és a 12. kerületi önkormányzat közös közleményben határolódott el a rendezvénytől. Mint írják, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy önkényuralmi jelképek viselésével, félelmet keltő ruházatot viselve bárki meggyalázza az áldozatok emlékét.